napot kívánok! Közel 14 millió forintból megújult a Martinovics utca burkolata és csapadékvíz elvezető rendszere. Lakossági kezdeményezésre azonban hamarosan újabb munkálatok kezdődnek. A szikasztó árkok hatékonyságát az önkormányzat által erre a célra elkülönített 4 millió forintos keretből fejlesztik tovább. A tavaly évben 8 utca felújításáról és helyrehozataláról döntött a város képviselőtestülete. Ennek a több éves munkának első szakaszaként történt meg a közelmúltban a Martinovics utca aszfaltréteggel történő leburkolása, valamint a csapadékvíz elvezetését szolgáló szikasztóárok rendszer kialakítása. Nagyon örülök, hogy végre elkészült a, most idézőjelbe teszem, a választási ígéretem egyik pontja. Aszfalt burkolat került a Martinovics utcára. Körülbelül 14,5 millió forintjába. Azt viszont nem tudom megmondani, hány évébe került ez az önkormányzatnak. Körülbelül 20 éve állt így, kátyúról-kátyúra kátyúzva ez az út. Nagyon remélem, hogy az utca lakosai legalább ugyanannyira örülnek az aszfalt burkolatnak, mint én. Igaz, kifejezték problémáikat, kérdések merültek fel a vízelvezetéssel kapcsolatban. A kivitelezési munkák alatt ugyanis lakossági beadvány érkezett az önkormányzathoz a szikasztó árkok nem megfelelő vízelvezetése miatt. A kezdeményezés aláírói kérvényezték, hogy a csapadékvíz elvezetés részben lakossági teherviselés mellett úgy készüljön el, hogy az lehetővé tegye az épületek tetővizeinek is a befogadását és együttes elvezetését. Az önkormányzatunk az elmúlt múlt heti testületülésén hozott egy olyan döntést, hogy hídgyűrűk kerülnek a kapubejárók elé, azaz folytatódik a zárók hídgyűrűkkel. Erre megszavaztunk 4 millió forintot. Így megoldható lenne, hogy az utca kettő végén lévő nagyméretű árok elvinné a keletkezett csapadékot. A 4 millió forint az a képviselőtestület ülésen meg lett szavazva, de előreláthatólag becslő számítások szerint ez a 4 millió kevés lesz a hídgyűrűk kialakításához. Ezért szeretnénk bevonni, folynak tárgyalások a lakossággal. A Martinovics utca bejárásakor a testület, valamint az alsósági zsákfai részönkormányzat képviselői a lakosokkal is tárgyaltak a felmerült kérdésekről, akikkel a közeljövőben egy nyilvános fórum keretében tervezik az útmunkálatok részleteinek egyeztetését. Az önkormányzat azt reméli, hogy a csapadékvíz elvezetésének megoldására elkülönített 4 millió forintból a lakosság együttműködésével már az ősszel, de legkésőbb jövő tavaszra befejeződhet a Martinovics utca teljes felújítása. Ha július 2. vasárnapja, akkor országos vasutas nap. Ez alkalomból július 7-én a CVSS sporttelepét ismét a Magyar Állami Vasutak munkatársai és családtagjai töltötték meg az önfelett juliális jegyében. Idén sem maradhatott el a vasutasok egyik legnagyobb közösségi eseménye, az országos vasutas nap, azaz a juliális. Az idei már a 68. a sorban, hiszen 1961 óta kormányrendelet fűzi pontos dátumhoz, július 2. vasárnapjához a rendezvény. Ez alkalomból az elmúlt hétvégén 6 településen zajlottak párhuzamosan rendezvények, így Budapest, Szeged, Szolnok, Nyíregyháza és Pécs mellett hagyományszerűen Celldömölkön is. Július 7-én szombaton a CVS sporttelepét az idén a 150. jubileumát ünneplő Magyar Államvasutak munkatársai és családjaik töltötték meg. A rendezvényt kora délelőtt a Shark Ladies Cheerleader csapata nyitotta, látványos bemutatót tartva a gimnasztika, az akrobatika és a tánc ötvözetéből, majd az esemény hivatalos része következett. Az ünnepi szónok szerepe idén Kisbece Eszternek, a MÁV stratégiai és fejlesztési főigazgatójának jutott, aki elsősorban a vasutas kollégák elhivatottságát, szakmaiságát és összetartását méltatta, valamint a vasúttársaság elsődleges célját, az állandó fejlődést, a 21. századi kihívásoknak való megfelelést emelte ki. Az idén 150 éves Magyar Államvasútak hírnevét öregbíteni hagyományainkkal, a felhalmozott tudással, szakértelemmel, tapasztalattal
és a 21. század igényeihez méltó szolgáltatási színvonal megteremtésével tudjuk. Az új technológiák megjelenésével folyamatosan bővítenünk kell szakmai ismereteinket, és értenünk kell a több tíz éve telepített eszközeink, berendezéseink fenntartásához, karbantartásához, hogy a komplex folyamat végén a MÁV ZRT által nyújtott szolgáltatásokkal partnereink elégedettek legyenek. A főigazgató után a város képviseletében Fehér László polgármester köszöntötte a rendezvény résztvevőit, felidézve Celdömök városának vasutas múltját. A polgármester megegyezte, a város ma ugyan már nem játszik akkora szerepet a vasúti közlekedésben, mint egykoron a nyugati országrész egyik legjelentősebb vasúti csomópontjaként, mégis jelenleg is rengeteg helyi és környékbeli lakosnak nyújt munkahelyet és megélhetést. Az ünnepélyes köszöntőket a vasutasnak alkalmából miniszteri, illetve vállalati kitüntetésben részesített munkatársak népsora zárta, majd folytatódott a program folyam. A nap további részében ismét a zenés-táncos produkcióké és az énekes sztárvendégeké volt a színpad. Mindeközben a rendezvény sátoron kívül is zajlottak az események. A bográcsok mellett a főzőverseny fődíjáért, míg a sportpályán a focikupáért folyt a küzdelem. A gyermekek számára is számtalan szórakozási lehetőséget kínált a rendezvény. Volt ugrálóvár, kitelepült a bolyongó óriás fajátéktára, versenyre keltek egymásra a különféle akkumulátoros és távirányítós járművek, miközben a fakis vonaton és a vonatos makett és kézműves sarokban már az utánpótlás nevelés zajlott. A 68. családi vasutasnak ismét nagy érdeklődéssel és színes programkínálattal zajlott a celdömölki sporttelepen. Negyedik kráterkoncertjét tartotta július 7-én az Ataru Taiko. A japán dobok idén is népes közönséget vonzottak, rengetegen mászták meg a sághegyet az ütős élmény reményében. Az Ataru Taiko japán dob színház. Már 4 éve annak, hogy először szólaltak meg a japán dobok a sághegy kráterében, az Ataru Taiko közel 3 órás feledhetetlen műsora, és a több ezer fős, lelkes közönség már ekkor bizonyította, hogy valami egészen új és egészen különleges született a hegy szívében. A nyári kráterkoncert azóta is minden évben megrendezésre kerül, hogy megújuló programmal, friss hang és látványelemekkel és változatlanul magas színvonalon kábráztassa el a közönséget. Július 7-én már 4. alkalommal állt fel a kráter bejáratán el a Tori kapu, hogy méltóképpen fogadja a koncertre érkezőket. Az immár 12 éves múlttal rendelkező együttes japán dobszínháza pedig ezúttal sem okozott csalódást. Az Ataru ismét egy precízen komponált, változatos koreográfiai elemekkel tarkított, lendületes, összetett és teljes mértékben egyedi koncertet adott a sághegyen. A műsorból ezúttal sem hiányozhatott az expresszív fényjáték, az autentikus öltözékek, az egyedi készítésű japán dobok és az egyéb különleges színpadi elemek. Sőt, akik idén ellátogattak az Ataru Kráter koncertjére, számukra még egy meglepetéssel készültek a szervezők, a látványos fényfestésnek köszönhetően a sághegy egészen új arcát ismerhette meg a közönség. Az est pedig, ahogy azt az Ataru ígérte, ismét ütőse sikeredett. Július 6-án új tárlat nyitotta meg kapuját a Művelődési Központ Móricz galériáján. Az intézmény péntek délutántól a Révkomáromi Helios Fotóklub gyűjteményének nyújt ideiglenes otthont. Ismét egy különleges kiállítás megnyitójának adhatott otthont a Kemenes-Aljai Művelődési Központ. Ezúttal a Révkomáromi Helios Fotóklub hozta el tárlatát Celdömökre. A pénteki megnyitón a klub képviseletében részt vett Holop Ferenc fotográfus, aki személyesen mutatta be nemzetközileg is elismert körüket a helyi közönségnek. A klub 1959-ben alakult, és azóta is megszakítatlan formában működik. 24 taggal rendelkezünk,
Itt találhatunk több zsánerű fotóst, van természetfotósunk, makrofotós, aktfotós, archaikus technikával is foglalkozik, aki fotózik nálunk, ugye. És hetente két alkalommal találkozunk a klubban. És szlovákiai viszonylatban is az egyik legidősebb klub. Azt hiszem, hogy az első három között találhatjuk a megalakulás éveit, ha számoljuk, a Helios Fotóklub. És talán elmondhatom, hogy az egyik olyan klub Szlovákiában, amit számon tartanak, bár magyar lakta területről vagyunk, és a tagság 90-95%-a magyar nemzetiségű. A jövőre 60 éves klub most Celdömökre hozta el kiállítási anyagát, ízelítőt nyújtva a kör különböző műfajokban és különböző stílusokban tevékenykedő fotósainak munkáiból. A Móricz Galéria falán egymás mellett sorakoztak a különféle táj- és természetképek, életképek, portrék, aktok, épület- és városfotók, analóg vagy digitális technikával, színesen és fekete-fehérben. Ami azonban mindegyik alkotásban közös, hogy már messziről sugárzik róluk fotósuk profizmusa. Az alkotások mind témájukban, mind kivitelezésükben egytől egyik magas művészeti színvonalat képviselnek. Napjainkban mindenki fotózik, és itt egy kicsit másfelé irányul a figyelem a fotóklubban. Tehát úgymond nehéz ezt így elmondani, mert nem szeretnék megbántani senkit, de sokszor kattintunk a géppel, és nem fényképezünk. Tehát ez azt jelenti, hogy kattintunk és bármit, de viszont a fotóklubban ez előre megfontolt, megkomponált dolgok, amik elkészülnek, és teljesen más világot hoznak ezek az embereknek, ugyanis itt olyan képek születnek meg, amit hétköznapi alapon nem készítünk el. Tehát talán ezt látom benne a különbségnek. A kiállítást július 6-án hivatalos keretek között nyitotta meg Fejér László polgármester, aki köszöntőjében beszámolt a Helios Fotóklub helyi kötődéséről is. A megnyitott követően a fotóklub tagjai kötetlen tárlatvezetést is tartottak a résztvevők számára, így az érdeklődők első kézből hallgathatták meg, hogy egy-egy tökéletes pillanat megörökítése mögött mennyi munka és mennyi türelem állhat. A Helios Fotóklub tárlata augusztus 3-áig várja látogatóit a Móricz Galérián. Hagyományteremtő szándékkal került megrendezésre a Kemenesei Művelődési Központ Ártmoziának első médiatábora. A fiatalok az elmúlt héten fotóztak, forgattak, vágtak és animáltak, közelebbről is megismerkedve a képalkotás univerzumával. Első alkalommal hirdetett nyári tábort a Kemenesaljai Művelődési Központ Ártmozia. Az egyhetes program elsősorban az idősebb, felsős vagy akár gimnazista korosztályt célozta, akik fogékonyabbak a filmek és a média világára, és akik már maguk is jártasak a fotó vagy mozgóképkészítés folyamataiban. Az első médiatábor 8 fővel zajlott az elmúlt héten. Ebben az évben először került megrendezésre itt a Művelődési Központ Artmoziában a filmes tábor. Első alkalommal fiatalabb korosztály jött, de ez természetesen nem baj. Nekik egy picit játékosabb formában mutatjuk be, hogy mégis hogyan kell elkezdeni. Konkrétan itt most nyilván nem filmről beszélünk, hanem mondjuk úgy, hogy kis filmecskéről, kis összeállításokat hogyan lehet készíteni, akár egy okosmobillal, vagy akár egy tablettal. Most itt vagyunk a Sághegyen, most már 200 szúnyogcsipéssel a hátunk mögött fejenként, illetve egy kicsit ugye füstösen, kicsit csavazottan itt a hál' Isten jó idő van, és egy picit ma a szalonna sütögetésen is túl. Kijöttünk, nyilván ugye ezt mondom, azért nyilván egy kicsit játékos formában is működik ez a tábor, tehát kell egy pici hangulat is, de előtte nyilván körülnéztünk a kráterban, mégis megmutatni, hogy természetfilmezés is hogyan kezdődhet, hogyan működhet, mit érdemes, honnan érdemes egy-egy dolgot felvenni. Habár a szerdai nap valóban inkább a kikapcsolódást és a szórakozást szolgálta, számos szakmai programon is részt vettek a fiatalok. Belekóstolhattak a televíziós munka hátterébe, az operatőrködés, riportkészítés és a vágás mozzanataiba, és megtekinthettek több népszerű mozifilmet is. A hét második felében pedig neves szakemberek látogattak a táborba, hogy az animáció és a filmkészítés rejtelmeibe vezessék be a táborozókat. Első nap
a tévések segítségével kicsit megmutogattuk, mi is az egy komolyabb kamera, hogyan is néz ki egy vágóprogram a számítógépen, illetve majd jönnek profi segítségeink is, Pacskószki József filmrendező, illetve Krev Zsuzsa animációs filmrendező megmutatja, hogy szintén egy picit játékos a formában, hogy akár egy mobillal is hogyan lehet elkészíteni egy pár másodperces kis összeállítást, illetve mi is az, hogy animáció, hogyan lehet ezt játékos formában elindulni vele, úgyhogy nagyjából erről szól ez a tábor. Örülünk annak, hogy a fiúk, illetve a lányok folyamatosan videóznak, fotóznak, megy a selfie, nyilván selfie bajnokságot is meghirdettünk itt a résztvevők között, úgyhogy úgy érzem, hogy lehet majd ennek jövője. Talán mondhatom, nem egy általános szó, de ilyenkor ugye azt szoktuk mondani, hogy hagyományteremtő szándékkal is próbáltuk indítani ezt a kis tábort. Az minden bizonnyal elmondható, hogy sikeres volt az Ártmozi első médiatábora. A fiatal csapat jókedvűen és lelkesen hajtotta végre a különféle filmtechnikai feladatokat, így nem csak a média világával kapcsolatos ismereteiket bővítették, de a szakemberek által komoly gyakorlati tapasztalatot is szerezhettek. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a tábor alatt elkészült alkotás. Az elmúlt héten lezajlott a Kemenes Vulkánpark nyári táborainak második turnusa. A 21 fős csapat a számos egyéb játékos foglalkozás mellett a madarak világával ismerkedhetett. Az elmúlt héten második nyári táborát tartotta a Kemenes Vulkánpark. Első tematikus hetének a június 23-ai múzeumok éjszakájához kapcsolódóan az éjszakát a középpontjában. Olyan természeti jelenségeket vizsgáltak és dolgoztak fel a táborozók, mint a sötétség, a fények és az árnyak, vagy épp elvontabb területekre vezve az álmok világa. Az intézmény mostani július 2-a és július 6-a között zajló táborának már visszatérő témája volt, a gyerekek a héten a madarak világával ismerkedhettek Somogyi Csaba madarász kalauzolásával. Nem kifejezetten előadásokkal készültem, hanem úgy gondoltam, hogy kicsit improvizatívabbra veszem a figurát, és kötetlen beszélgetést terveztem a gyerekekkel. Különböző madaras élményeket mondtak el nekem, ezeket fejtettük ki, én ugye próbáltam szakmai oldalról közelíteni kicsit, hogy megmagyarázom, hogy mi miért történik, amit mondjuk ők láttak, tehát például elhullott madaraktól a madárvonuláson át kezdve különböző madár viselkedési formákig. Az a tapasztalatom, hogy ez bevált, tehát ez nagyon jó volt. Jobb volt, mint mondjuk egy előadást végigvetíteni nekik és végigmagyarázni. Valamint hoztam szemléltetés formájából különböző madártollakat és madárfészket is bemutattam, hogy lássák, hogy milyen érdekes is a madarak világa. A madarak témájának feldolgozása mellett természetesen számos egyéb program is várt a Vulkánpark táborozóira. Az első napok még főleg az ismerkedés egyében zajlottak, a nyári meleg kiváló lehetőséget nyújtott a vízilufi csatához, ami egyértelműen az egyik legnépszerűbb programnak bizonyult. Emellett volt filmvetítés, kézműves foglalkozás, kirándulás és szalonnasütés a Sághegyen. A tábor vezetői pedig azon voltak, hogy a gyerekek játék közben is szinte észrevétlenül gyarapítsák tudásukat. A mai napon konkrétan úgy jegyeztünk meg Eszterékkel, hogy egy szakmai filmet néznek meg, ami egy kicsit azért vígjáték kategóriás is, hogy ez a Vad Éva című film volt, és ezt veséztük most ki velük, hogy igazából mire is emlékeztek, milyen madarakat jegyeztek meg, és hogy tényleg valóban van Magyarországon ez a fajta madarászat, hogy fajokat gyűjtenek igazából az emberek maguknak, és ezzel versenyeznek. Valamint úgy gondoltam, hogy megmutatom nekik, hogy milyen eszközöket is használunk mi madarászok a gyakorlatban, például a spektívet, távcsövet, fényképezőgépet. Átlagban azt látom, hogy nagyon érdekli őket, és mindegyikük hozzá tud szólni a dologhoz. És a spektív is például azóta is nézegetik éppen a táblát, amire éppen rámutattam vele, hogy mennyivel közelebb hozza ez az élő világot igazából az emberhez. A táborokon kívül is mozgalmas nyara van a Kemenes Vulkánparknak. A múzeum állandó tárlata a szokásosnál is több érdeklődőt vonz a turista szezonban, miközben az intézmény egyéb programokkal és túrákkal is várja látogatóit. Legközelebb július 14-ére hirdetett rendezvényt a Vulkánház Mesélő Ásványok címmel,
melynek keretében lelki és szellemi feltöltődést hozó ásványékszer készítő workshop várja majd a látogatókat. Mindenki elkészítheti saját, személyre szabott karkötőjét és mobil díszét. A kézműveskedéshez az alapanyagok, az eszközök és a szakmai segítség is adott lesz. Ugyanezen a napon délután vulkántúra is indul a Sághegyre, melyre az intézmény ezúton is hív és vár minden természetbarát érdeklődőt. A héten két tematikus tábor is zajlott egyszerre a Kemenesei Művelődési Központban. A filmes táborral párhuzamosan a bábusok táborának adott otthont az intézmény. Habár a bábművészet napjainkban egy méltánytalanul háttérbe szorított művészeti ág, Celdömölkön szerencsére mégis megtalálta közönségét és színészeit is. Nagy Márta vezetésével itt próbál a Tücsök bábcsoport és a felnőtt bábjátékosokat összefogó ultraviolák. A bábszínház népszerűségét látva a Kemenesei Művelődési Központ és Könyvtár az egyéb tematikus táborok mellett már több éve bábosoknak szóló nyári táborát is rendszeresen meghirdeti. Az idei bábos táborra az elmúlt héten került sor. A program természetesen teljesen nyitott volt, így a csoportok tagjai mellett bárki jelentkezhetett, aki közelebbről is szeretett volna megismerkedni a bábszínház világával. A lehetőség pedig adott volt. A gyerekek a hét során megtanulhatták, hogy mi a különbség az új báb, a kesztyűs báb és az óriás báb között, hogy a mozgatásuknak milyen alaptechnikái vannak, és hogy azokat hogyan lehet kombinálni, variálni. A foglalkozások során maga a bábkészítés sem maradhatott el. A táborozók maguk készíthették el az őszi szüreti fesztivál óriás bábjait. A munka mellett azért maradt idő a szórakozásra is. A gyerekek a hét során filmeztek a moziban, lovaskocsiztak a város körül, fürödtek a vulkánfürdőn, és egy egynapos kirándulást is tettek Nemesvitán a Western Parkban. Tankoljon jó minőséget, jó áron! Hírmagazinunk véget ért, megköszönöm figyelmüket! Adásunkat a mai nap folyamán többször megismételjük. A TVCEL műsorairól továbbra is képújságunk oldalain, illetve a képernyő alján futó információs sávról értesülhetnek. Internetes honlapunkon és a TVCEL Facebook oldalán korábbi híranyagokat is megtekinthetik. Friss híradóval legközelebb július utolsó vasárnapján jelentkezünk. Viszontlátásra!